Vakcinák előkészítve az asztalon, a gondozó kezében pölyök érkeznek a fehér oroszlán kölykök. A nyíregyházi állatparkban ez már a harmadik szaporulat a ritka macska félékből. A kicsik most 4 hetesek, így időszerű volt átesni a soron következő orvosi vizsgálaton. A mérlegelést követően, míg az egyik kölyök megkapta az oltást, a többiek türelmesen vártak a gondozók ölében, hogy rájuk kerüljön a sor. Már ez a harmadik vizsgálatuk volt, és szerencsére ezt még jól viselik, még eléggé kis jámborak ahhoz képest, amilyenek lesznek. Ezeket a vizsgálatokat még kézből el tudjuk végezni, nem is nagyon viseltem meg őket az injekció sem, mert nagyon-nagyon vastag a bőrük, úgyhogy nem volt könnyű átszórni a kis injekciós tűvel. Később azonban már majd ennél kicsit másabb módszerekre lesz szükségünk az ő gyógykezelésükhöz, majd amikor felnőnek, akkor már fúvósövet, esetleg adottópuskát is igénybe kell vennünk. A kombinált macska vakcinát 2 hét múlva fogják megismételni annak érdekében, hogy megelőzzék például a parvóvírust, 8 hetesen pedig a veszettség elleni védőoltást kapják majd meg. Fontos, hogy egészségesek legyenek a nagymacskák, hiszen ma már veszélyeztetett fajnak számít a fehér oroszlán. Dél-Afrikában voltak őshonosak. Múlt időben beszélek, hiszen sajnos a Krüger oroszlán színváltozata már nem létezik a természetben. 1994-ben láttuk utoljára ilyen színű állatokat, hiszen annak idején egy könyv okozta igazából a vesztüket. Chris McBride 1923-ban ő írt róluk, addig a benszülöttek istenként tekintettek rájuk, csillag oroszlánoknak hívták őket, ám ahogy a fehér ember megneszelte az ő létezésüket, vadásztrófának tekintette őket, és kipusztította a természetben. Éppen ezért fontos, hogy rezervátumokban és állatkertekben is bemutassák és tenyésszék őket. A nyíregyházi állatparkban 2015 óta láthatóak fehér oroszlánok. A nemrég született kicsik 2 éves korukig biztosan itt maradnak. Most, hogy megkapták a vakcinát, a következő fontos lépés a kölykök életében a névválasztás. Erre a park közösségi oldalán tehetnek majd javaslatokat a látogatók.